Az ülés a hablány mentésében résztvevő bajai búvárok köszöntésével kezdődött. Ahogyan arról már beszámoltunk, a csapat a közelmúltban Pintér Sándor belügyminisztertől vehetett kitüntetéseket Budapesten, most pedig munkájuk elismeréseként a városvezetés is ünnepélyes keretek között köszönte meg a helytállásukat. A beszámolók elfogadása előtt 4 témát is sürgősségi napirendi pontként tárgyaltak csütörtökön. Egyöntetően támogatták a múzeum állandó kiállításainak felújítására benyújtandó pályázatot, és egy vezető pozíciójáról is döntöttek. A törvény értelmében ugyanis a temetkezési Kft. Eddigi ügyvezetőjének nincs kellő végzettsége a feladat ellátásához, így a helyére Burszki Darinkát nevezték ki. Határoztak arról is, hogy a Baja Vagyon ZRT könyvvizsgálói feladatait az előző megbízás lejárta miatt július 1-től a következő 5 évben Fejgő József és cége végezze. Döntöttek arról is, hogy pályáznak az Európai Mobilitási Hét keretében az autómentes nap megszervezésének támogatására. A testületi ülésen elhangzott, sikeres pályázatok esetén további fejlesztéseket végeznének a magas partfal alatti Sugovica parti szakaszon és a Petőfi-szigeten. Itt egy 1 km hosszúságú rekordtámborítású futópálya készülhet el. A Petőfi-szigeti élet is kivirágzott, tehát akár hétköznapon, ha lemegyünk, akkor látjuk, hogy mennyien veszik igénybe szabadtéri sporttevékenységre, de egy csomó sportegyesület is ott van lent. És hát egy ilyen futópálya az jogos elvárás, most van lehetőség, nem is az eredeti elképzelésünkre, amit nem adunk fel, tehát hogy a teljes sziget kör egyszer megvalósuljon, de ezt akkor lehet, hogyha megtörtént a bevédése a szigetnek, tehát nem kell árvíz esetén attól tartani, hogy az árvízvédelmet végző gépek széttapossák a pályát. A közelgő választási kampányhoz kapcsolódóan döntöttek, plakátokat szabályosan csak az arra kijelölt hirdetési felületekre lehet majd elhelyezni. Megszavazták a 3D-s Baja felirat elhelyezését is a Sugovica parton, amely szeptemberi átadását követően fotópontként funkcionálna. A városatyák a hagyományokhoz híve most egy hónap szünetet tartanak az ülésrendben, legközelebb tehát augusztus végén gyűlnek össze, hogy megvitassák a várost érintő legfontosabb ügyeket.